Elsősorban az ellenzéki pártok mostanában divatba jött névváltoztatásáról kérdezném, de azért a Jobbikhoz, hiszen itt is van névváltoztatásról szó, kapcsolódik egy friss hír, illetve hát az elnökhöz, Gyöngyösi Mártonhoz, hiszen napok óta szerepel a sajtóban, hogy ő részt vett a múlt héten az amerikai nagykövetség széder estjén. Mire lehet következtetni az amerikai nagykövet legfrissebb magyarázkodásából, hogy azért hívták meg a korábban antiszemita nézeteket valló Gyöngyösi Mártont, a Jobbik elnökét, mert éppen azért, úgymond tanítási szándékból, mert hogy ő antiszemita. Szóval mire lehet ebből következtetni? Hát ezzel talán csak rosszabbá tette az amerikai nagykövet a Jobbik elnökének a helyzetét. Hát igen, hát nagyon pikáns a helyzet, hiszen ugye Gyöngyösi Márton korábban ott volt a Krim elszakítását legitimáló orosz népszavazáson is, és most meg ugye Ukrajna nagy barátjaként tűnik fel. Korábban ugye a zsidó képviselőket akarta listázni, ehhez képest most egy széderesten vesz részt. Hát emlékszünk, hogy Vona Gábor is elment a Spinoza házba annak idején, tehát hogy egy ilyen radikális pártnál ezek a nagy fordulatok, ezek a 180 fokos fordulatok, ezek nem mindig érthetőek, vagy nem mindig követhetőek, legalábbis a jellemfejlődésből biztos nem, sokkal inkább egy pragmatikus magatartást lehet következtetni, én legalábbis ezt teszem. És hát igen, azt látjuk, hogy ahogy Vona Gábor elment a Spinoza házba, és utána ugye nagyon sokan elkezdték a szavazóik közül ezt furán megítélni, és utána ugye még nem közvetlenül, de utána ugye a pártja szétszakadt, akkori 20%-os párt most ilyen 1-2%-onál, azt látjuk, hogy ezekkel a nagy 180 fokos fordulatokkal leginkább a szavazóbázis ilyen gyorsan nem tud fordulni, és hát nagyon sokan elvesznek a szavazóbázisból. Ez lehet, hogy a pártelnököknek jó, a pártelnökök karrierjét egyengeti, de a pártjukét az már kevéssé gondolható, hiszen nagyon sok szavazót vesztenek ezekkel a 180 fokos fordulatokkal. Akkor el lehet fogadni Gyöngyösi Márton szavazatát, amikor szembesítették a korábbi kijelentéseivel és a mostani részvételével ezen a amerikai nagykövetségi széderesten, hogy hát változott, hogy ő változott a véleménye, változott a politikája, a világnézete. Ezek szerint ő változhat, de hogyha a pártja szavazóbázisa ezzel nem ért egyet, akkor kihátrálnak mögüle. Igen, hát nyilván adjuk meg az esélyt, hogy megváltozott. Nyilván ez mindenkivel előfordulhat, de amikor az ember egy radikális, magát radikálisnak nevező pártot vezet, akkor ez kevéssé valószínű, igen. Tehát ugye láttuk, hogy ezek már a néppártosodási folyamat is, amit Vona Gábor indított el 13-ban, ugye az is már kérdőjeleket hozott, és hát 18 után ez az egész úgy beszakadt. Hát ilyen szempontból azt látjuk, hogy minél több ilyen 180 fokos fordulat van egy párt életében, pláne egy radikális párt életében, a tagság ezeket a sasszékat jobbról balra nehezebben követi. Igen. Tehát feltehetően ez majd meglátszik a Jobbik jövő évi európai parlamenti választási eredményében, már amennyiben önállóan indulna ez a párt. Említett, hogy jelenleg 1-2%-on áll az egykor 20%-os párt. Az a névváltozás, ami már ismert, tehát, hogy felvették a konzervatív szót is a párt nevéhez, most úgy hívják őket, hogy Jobbik konzervatívok, de állítólag sajtóhírek szerint a Jobbik nevet vagy szót pedig el fogják hagyni, tehát úgymond egy ilyen jobboldali konzervatív párt imidzsét próbálják felépíteni, ez segíthet-e rajtuk? Hát az újszülöttnek minden vicc új. Ugye láttuk az MSZP-nél is azokat a törekvéseket, hogy a népszerűtlenné vált szegfűt lecseréljék, vagy a pártnevet lecseréljék, aztán mégsem cserélték le. Nekem ez olyan, mint egy mosópor vagy fokrém. Ha az ember megszokta, hogy azt a mosóport vagy azt a fokrémet használja, akkor nagyon nehezen vált, és a törzsszavazók akkor is a Jobbikot fogják keresni a szavazólapon, hogyha a tanácsadók, a marketing stratégák kitalálták, hogy inkább nevezzük át ezt a terméket. Ez olyan, mint az új mosópor, tehát hogyha nem teszik oda a régi emblémát, akkor az emberek nem fogják tudni, hogy milyen új mosópor ez. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában egy névváltoztatás nem működik. Hát, hogy itt a tankönyv azt mondja, hogy először ismerté kell válni, és utána népszerűvé. Tehát azért mondom, hogy nincs új a nap alatt, mert amikor például Gyurcsány Ferenc megalapította a saját pártját, 2011-ben az Utód párt, Utód pártját,
kiszakadt az MSZP-ből az ő új pártja, akkor nagyon sokáig az emberek azt gondolták, hogy ő MSZP-s politikus, és akkor volt is egy ilyen plakátkampány, hogy a DK Gyurcsány Ferenc új pártja. Tehát ha az emberek ezt nem tudják, ezt a változást, vagy a szavazók körében ez a változás nem jelenik meg, akkor nem biztos, hogy tudják. Hát nyilván arra persze lehet bazírozni, tehát én inkább ezt látom mögötte, hogyha elhagyják a népszerűtlenné vált Jobbik nevet, ami egyrészt ugye a radikális hagyománnyal függ össze, plusz egy olyan korábban nemzeti radikális párt, amely most már Gyurcsány Ferenc balliberális szövetségnek, a dollár baloldalnak a része, tehát azt gondolják, hogyha egy más nevet tesznek rá, akkor talán az emberek szavaznak rá, vagy azt gondolják, amit ugye ez a nép sugal, hogy ez egy konzervatív jobboldali párt, de hát azért Magyarországon élünk, az emberek többsége talán tudja, hogy ez mi, és ettől még nem biztos, hogy meg lesz az 5%, hiszen egy Gyöngyösi Márton most Brüsszelben van, az Európai Parlamentben, és hát feltétlenül vissza is akar oda menni, azonban jelenleg ugye a saját pártjának az 1-2%-os támogatottsága ezt nem teszi lehetővé, tehát így is érdemes nézni, hogy hogyan tudják az 5%-ot elérni. Ez a pártnak is fontos, nem csak a pártelnöknek, tehát nem csak az egyéni karrierről vagy a fizetés megtartásáról van szó, hanem arról is, hogyha azok a pártok, és itt nem csak a Jobbik, hanem az LMP, az MSZP, a Párbeszéd, amelyek szintén 1-2% körül vannak a legtöbb mérés szerint, hogyha ezek nem tudnak érdemi eredményt felmutatni jövő májusban az európai parlamenti választáson, akkor mennek a kukába, hogy a Gyurcsány Ferenc ezen dolgozik, hogy a DK legyen az a meghatározó párt, és hát így a sorok között kiolvasva Gyurcsány Ferenc nyilatkozataiból azért azt olvashatjuk, hogy ő nem akar megint 5-6-7 kis törpe párttal egyeztetni a választások előtt, hanem szeretne előre menni, ebben ezek a törpe pártok már csak akadályozzák, és hát ezért próbálnak ezek a törpe pártok az elmúlás ellen, a sorsuk ellen védekezni. Hát meglátjuk, a névváltoztatásokat is én ide sorolom, hogy azért, hogy kicsit átfestik a cégért, azt remélik, hogy akkor a szavazók megbocsátanak nekik, és akkor hát, ha jobb eséllyel indulnak, de ha a politika nem változik, a háborúpárti álláspontjuk nem változik, a dollár baloldal, hogy amerikai érdeket, külföldi érdeket, a Biden kormányzat érdekét képviselik, ezen nem változtatnak, akkor hiába találnak ki új neveket, hiába festik át a cégért, ugyanúgy a háborúpárti koalíciónak, a dollár baloldalnak maradnak a részei, akkor nyilván ettől nem lesz több szavazat. Ugyanezen az úton jár ugye a Párbeszéd is, amelyik nemrégiben felvette a neve mellé az, hogy zöldek, tehát Párbeszéd zöldek, és így próbál rivalizálni a szintén zöld pártiként apostrofált LMP-vel, de ott van Mesterházi Attila, aki kilépett az MSZP-ből, és most új pártot próbál alapítani egy olyan néven, amilyen frakció vagy csoport van az Európai Parlamentben is. Mire lehet következtetni ezekből a névváltozásokból? Én itt az LMP-t és a Párbeszédet különvenném, a Jobbikhoz hasonlítanám, magyarul, hogy egy népszerűtlen politikát, egy háborúpárti külföldi érdekeket, sokat szorra külföldi érdekeket szolgál, mint a migrációnál is ugyanez volt, hogy akkor is a külföldi álláspontot képviselték a magyarok érdekével szemben. Tehát, hogyha ezt megpróbálják egy kicsit felfrissíteni, egy ilyen ráncfelvarrást csinálnak, attól még nem lesz jobb. Tehát én itt az LMP-nél és a Párbeszédnél ezt nem látom. A Mesterházi Attilánál meg hát igen, abban van logika, hogy az európai választás előtt alapítanak pártot. Ugye 2009-es európai választásnál az akkori LMP és az akkori Jobbik tudta megmutatni magát. A Jobbik ugye 2009-ben rögtön 3 képviselőt is küldött az Európai Parlamentbe. Az LMP, az akkori LMP meg megelőzte az SZDSZ-t a listás eredmények tekintetében. Tehát az európai parlamenti választás egy új pártnak, és hát Mesterházi Attila most egy új pártot alapított, ez szerintem rendben van, hogy megméretteti a pártjának a támogatottságát, és erre az európai parlamenti választás egy jó alkalom, tehát ilyen szempontból ez logikusnak tűnik. De a névválasztás, azt hiszem, szociáldemokraták és szocialisták? Ez igen, a név, igen, ez az új pártja. Igen, a szerkesztő nagyon jól mondta, hogy ez az európai parlamenti pártcsaládnak a neve is, hát ezzel jelzi egyébként, ugye hát nyilván MSZP-ből kiszakadt párt, az MSZP volt elnöke, hogy ők hova tartanak, hát ez szerintem ez nyilván inkább egy utalás arra, hogy ők az európai szocialista családhoz tartanak, hát azért ennek van persze egy eljárás módja, ugye, hogy nem azonnal lehet párttag lenni egy ilyen európai pártcsaládban, hanem először ugye megfigyelő tagság, és utána a többi pártnak is hozzá kell járulnia, hogy valamely új pártot felvegyenek, és hát Magyarországról már ott van az MSZP meg a DK, tehát ilyen szempontból azért ez egy rögös út lesz
hogy ez az új párt elfogadott párt legyen. Hát nyilván az sokat segítene nekik, hogyha legalább egy mandátumot szereznek jövő májusban az európai választáson, akkor ez felgyorsul ez a folyamat, hiszen szívesebben látják őket, ha van képviselőjük. Ugye Gyurcsány Ferencék is, amikor 4 képviselőt küldtek az Európai Parlamentbe a 19-es választáson, akkor ugye úgy lett Dobrev Klára is az Európai Parlament egyik alelnöke 2,5 évre, hogy az a 4 képviselő, az a 4 DK-s mandátum ebben nagyon sokat segített neki, tehát nyilván Mesterházi Attiláik is, ha az új pártjuk egy mandátumot szerez, akkor az Európai Szocialista és Demokrata párt család inkább vagy gyorsabban befogadja őket, akkor esetleg az MSZP-nek a fenntartásait félre söprik, ha meg nem szereznek mandátumot, akkor meg marad ez a rögös út, vagy ez a hosszú út, a normális úgymenet, hogy először megfigyelő státusz, és akkor utána idővel válhatnak csak teljes jogú taggá, de hát erről szól ez az európai választás, hogy a szavazóknak kell eldönteni, hogy az egyes pártoknak mekkora felhatalmazást adnak, és akkor a következő választásig ez a legitimáció, amire a pártok és a pártvezetők építhetnek.